Köszöntöm Önöket, a helyi értéket látják. A mai adás vendége március 15-én vette át az önkormányzat prokultúra díját, melyet a kerület kulturális életének gazdagításáért kapott. Hogy milyen életút áll az elismerés mögött, erről fogok többek között beszélgetni vele. Üdvözlöm a stúdióban dr. Szilágyi Erzsébet filmszociológust. Szeretettel üdvözlöm én is Ádámot is, és minden kedves nézőt. És elsőként engedje meg, hogy hagyj gratuláljak ez a csodálatos elismeréshez. Milyen érzések töltötték el, amikor ezt ugye átvette a Vigyázó Sándor Művelődési Központban? Hát ez egy érdekes élmény volt, amikor először a kezembe került az a levél, amit a polgármesteri hivatalból kaptam. Nem sűrűn szoktam ilyen levelet kapni, kibontottam, nem akartam elhinni. Az első egy ilyen óvodás öröm volt, amikor az ember táncikálni szeretne és kicsit énekelni. Aztán gondoltam, hogy egy érett, több évtizeden túllevő hölgynek nem szabad így ünnepelnie. És rögtön eszembe jutott, hogy én 963 óta tartok előadásokat filmklubokba. A legsikeresebb filmklubom körülbelül 10 éve itt Rákosligeten van. És hát ez egy óriási jubileum, ez jövőre lesz. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm. Nagyon meghatott, nagyon jól esett. Ebben a korban már ugyan sok mindent elismernek az emberről, de azért, hogy egy ilyen átfogó elismerése legyen annak, hogy amit én csináltam, az hasznos és fontos, hát ez csodálatos. Ha jól tudom, akkor a gyermekkor a Somogy megyéhez kötődik, ráadásul ugye édesanyja az ottani művelődési házban dolgozott, és rendszerint bevitte magával? Így van. Úgy szoktam kezdeni ezt, hogy és akkor van egy mese, hogy van egy Matyóka Somogyon. De az Baranya megyébe van, Pécstől 13 kilométerre. Ezt mindig mindenki megkérdezi tőlem, hogy jé, Somogy megyébe van egy Somogy? Nem, ez Baranya megyébe van. Bányatelep, 19. századi, viccesen szoktam mondani, hogy kicsit zólai hangulatú, olyanok a házak, mint máig. Na, itt nőttem föl 18 éves koromig, innen jártam be Pécsre gimnáziumba, de otthon éltem, hogy ezt a kifejezést használjam, egyrészt a kulturális életemet, másrészt pedig hát Pécsre jártam, a színházba, moziba, mindenhová. De ott a telepen volt egy Kodály Zoltán nevezetű művelődési ház, ami egy csodálatos hely volt. Mondjuk a Szecsődi Irén és a korszaknak a legjobb opera énekesei jártak le oda énekelni. Úgyhogy a különböző operáknak a rövid történetét ott láttam először, és hát az édesanyám volt a gondnoka ennek a művelődési háznak, nála volt a kulcs, de ő volt a ott játszó mozinak a mozipénztárosa, mozijegyszedője, és hogy oldotta meg a gyerekei felügyeletét, hogy vitte őket a moziba, és mi a bátyámmal együtt néztük a filmeket. Nagyon szerettem többször is megnézni, ha tetszett egy film, és ugye amikor mentünk hazafelé a vetítések után, akkor az édesanyámnak a filmnek az elejét meg a végét mindig elmeséltem, mert hogy ő nem tudta megnézni, mert dolgozott. Szóval nagyon szép gyerekkorom volt, szerettem Somogyon lakni. De mi az, ami leginkább még gyerekként megfogta a filmekbe? Nagyon szerettem a szomorú történeteket. Nagyon szerettem, ha engem érzelmileg megszólítottak. Ezt most mondom, hogy érzelmileg, mert akkor ezt nem tudtam megfogalmazni. Tizenvalahány éves voltam, amikor láttam az Egy nyáron át táncolt című filmet, ami arról szólt, hogy a városból jött fiatalember, nyaral a falun, és beleszeret az egyik falusi lányba, se a városi szülők nem örülnek ennek a szerelemnek, se a falusi szülők, és elválasztják a fiatalokat. Na hát én ezt a filmet a bátyámmal együtt, ha jól emlékszem, 8-szor megnéztük, és a környező falvakba, meg a pécsi mozikba is eljártunk, hogy megnézzük, mert annyira tetszett az, hogy láttunk egy olyan filmet, ahol merték azt mondani, hogy a szülők rosszak.
ellene vannak a fiataloknak. És valahol, amit szerintem egymásnak sem mertünk megfogalmazni, azt most láttuk egy filmbe, és élvezettel beszéltünk róla. Akkor már észrevette magán, hogy a filmeket más szemmel nézi, mint mondjuk egy, hát nem mondom, hogy laikus ember, de mondjuk aki csak beül és élvezni szeretne, de ő inkább nem élvezze, hanem elemzi. Nem. Azt konstatáltam, hogy nagyon szeretek róla beszélni. És azoknak a barátságát keresem, akikkel tudom ezt tenni, fiúkkal, lányokkal. Úgyhogy éppen ennél a egy nyáron át táncoltnál fordult elő, hogy az akkor éppen körülöttem levő fiúk egyike kifejtette, hogy ez egy hülyeség, ilyet nem szabadna csinálni, hogy a szülők a gyerekek ellen vannak, biztos azoknak van igaza. És mi az, hogy a lány, ha nem engedik a szerelmet, akkor öngyilkos lesz. Szóval nagyon leszólta a filmet. Másnaptól a bátyámmal üzentem neki, hogy nekem ide ne jöjjön még egyszer. Nem. Hát én ugyanolyan voltam, mint a többi. Én igazán a filmmel, mint valami különlegességgel egyetemista koromban kezdtem el foglalkozni, és aztán utána, diploma után pályáztam a Filmtudományi Intézet gyakornoki állására, mert hogy a szakdolgozatomat a 10-14 évesek iskolán kívüli ismeretszerzési módjairól írtam. Ez egy közvéleménykutatás volt, hogy mit csinálnak a gyerekek, hogy újságot olvasnak, rádiót hallgatnak, televíziót néznek, moziba járnak, és mit szeretnek benne. És ezt is beadtam, hogy engem érdekelnek ilyen dolgok, és gyakornokként kerültem. Na, ott kezdődött el a második egyetemem. 63-ban megkaptam a bölcsészkaron, akkor kerültem a Filmtudományi Intézetbe utána, és én azt tudom mondani, hogy az első 5 évem a munkahelyen az egy egyetem volt. Minden héten több filmet néztünk, filmtörténet, összeállították a tudományos osztályon, hogy milyen filmeket nézünk, hogy a filmtörténetet ismerjük, filmesztétikai, filmtörténeti munkákat olvastattak velük. Én még nem tartoztam ahhoz a generációhoz, akit tanítottak a filmre. Mi csak élveztük a filmet. Hát emlékszem rá, hogy a édesanyám egyik kedvenc filmje, és nekem is az volt, az a Fellininek az Országúton című filmje. Hát arról az anyámmal együtt hosszú-hosszú vitákat folytattunk, hogy kinek volt igaza, miért volt igaza. Tehát beszélni szerettem a filmről, de hát ez nem volt különleges, mert mindig találtam barátnőt is, barátot is, akivel meg tudtam tenni, és az édesanyám. Ha már a tanulmányokat szóba hozta, igen, ezt nyilván szeretem volna én is erre kitérni, és akkor hogy jön ezzel párhuzamba az úgy az ELTE BTK-n szerzett középiskolai tanári diploma és a pszichológusi diploma? Hát pszichológus szakon végeztem, akkor még általános pszichológia volt, még nem volt lehetőség így specializálódni, mert ma már klinikai pszichológiától iskola pszichológiáig, család pszichológiáig mindenre lehet specializálódni, akkor csak általános, és nekem ilyen diplomám is van, hogy általános pszichológus. Az is egy érdekes történet, mert hogy a negyedikbe, a gimnáziumba Pécset elkezdtünk tanulni pszichológiát. Hát én, ugye az édesapám bányász volt, az édesanyám, mint mondtam, gondnok a művelődési háznál, nem nagyon sokat hallottam arról, hogy milyen tudományterületek vannak. Arra mindig ambicionáltak, hogy tovább tanulni, többet tudni, törekedni, meg ilyenek voltak. És a film és a művészetek és a kultúra szeretetét viszont az édesanyámtól. Az annyi könyvet olvasott, amennyit el tudott érni. A folyóiratokat vagy ő vette, vagy a barátnői, és akkor ő mindig időt szakított rá, hogy elolvassa. Szóval anyám egy ilyen nagyon kultúrára koncentráló valaki volt, és valahol a nők számára ezt ilyen műveltségi területnek, a nő az legyen kultúrált. Az apámnak annyira nem volt fontos, bár mondjuk a Zólát ő is imádta, és akkor azt olvasta. Nagyon
nagyon összetett, nagyon jó családom volt, és azt is szerettem, hogy sokféle dolgot. Apám volt a keménység és a morál, hű, hirdetője, és másoktól, mindenkitől, tőlünk is megkövetelte, anyám a lágyabb volt, az empatikusabb. A kisdoktori dolgozatát Chaplin emberábrázolásból írt, ez mennyire volt fordulópont az életében ennek a munkája? Nagyon-nagyon nagy fordulópont volt, mert azt hiszem, mindig szeretem magam távol tartani mindenfajta nagyképű és beképzeltséget csak sejtető kijelentéstől, hogy talán az elsők között voltam Magyarországon, akik a szemiotikát, mint az új tudományt, megpróbáltam a filmre alkalmazni. Be kell vallani, hogy ez a szemiotikai oldalról való megközelítés, ez azért a Balázs Béla műveinek az ismeretéből is fakadt, mert ahogy ő elemezte a filmet, abban nagyon sok olyan módszer volt, ami aztán később a szemiotika tudományba megjelent. És én a viselkedését, a social behavior, hogy ez miért volt fontos Chaplin esetében, nem tudom, mindegy, a mimika, a gesztus, és mindazt, ami kommunikáció elméletből egy emberi kommunikációban, mint módszer nagyon fontos, azt én végig elemeztem a Chaplinnél. Időnként el is festem, ha ma elolvasom ezt a dolgozatot, a részletekbe. Mert túlságosan arra koncentráltam, ami evidens, hogy milyen volt a mimikája. És ebben a mimikában mi volt az, ami elfedett, és mi volt az, ami feltárta, hogy mi zajlik belül. De nagyon élveztem, nagyon szerettem. Úgyhogy teljesen az elsők közé tartozott. A bölcsészkarról se túl sokan írtak még akkor. Úgyhogy, és nagyon szerettem Chaplint. Szóval valahol azt éreztem meg benne, hogy van egy ilyen társadalmi réteg csoport, hogy kisember. Ezt nem tudom pontosan meghatározni, mert lehet kisember személyiség tulajdonságainál fogva egy nem szegény ember is. És a Chaplin tulajdonképpen egy bohóc, tehát ő is valami általánosabb emberi tulajdonságot, a szerepjátszó énünket próbálja megfogalmazni a Charlie figurájában, és ezt nagyszerűen tudja a különböző kommunikáció, metakommunikációs eszközökkel, hogy szakkifejezést használjak. Az se szabad. Hogy azokkal próbálja kifejezni. Nagyon, máig nagyon szeretem. És nagyon élveztem, amikor a négy unokám kisebb volt, és akkor úgy etettem őket, hogy betettem a videóba Chaplin filmet. És akkor vagy előtte, evés előtt, vagy evés után néztük, hogy a gyerekek hogy szórakoztak ezen. És amikor úgy elkezdtünk a filmről, hogy mit láttunk a képen beszélni velük, akkor kiderült, hogy mindent értettek. Mert hogy a gyerek a saját gyereki mi voltát érezte, és tényleg hát infantilis a Charlie figurája, de mi meg a bohótságát szeretjük felnőttek. Úgyhogy nagyon sokrétű, szerettem, máig nagyon szeretem a Chaplint, a kedvenceim közé tartozik. Mondhatjuk, hogy ennek a tudományos szakágnak a fontos szeletével kapcsolatban nagyon sok minden elhangzott, de hogyha mégis magát a film szociológus szakmát definiálni kéne esetleg, akik ezt nem tudják, hogyan tudná? Mi pontosan az ön szakmája vagy hivatása? Na most hozzá kell tenni, hogy az életem egy periódusában én művészetszociológiával foglalkoztam, mert hittem abba, hogy a kultúra és a művészet az egyén számára kiemelkedési lehetőséget, terápiát, és nagyon sok mindent nyújt. És valahol azt szeretem volna vizsgálni, hogy ez hogy néz ki a társadalomban. Mit fogad el ebből, és mit nem. Például a Chaplint mindenki elfogadja. De mondjuk a Bergmant vagy az Antonionit már nem mindenki. A Milos Formant meg a Jiří Mencert mindenki elfogadja. Sajnos a Jancsot már nem fogadják el. De holott mindegyikre az jellemző, hogy magas művészet, új minőségek jelennek meg benne. De, hogy mondjam,
mégis valahol nem tudja olyan közel az egyénhez. Nagyon sok vizsgálatom is volt, akkor az S. Nagy Katival együtt megalapítottuk a Szociológiai Társaságba a művészetszociológiai szekciót is, és összefogtuk, hogy Magyarországon kik vannak, akik irodalomról, zenéről, művészetszociológiai, képzőművészetről, művészetszociológiai elemzéseket csinálnak, szimpóziumokat rendeztünk. Szóval nagyon-nagyon szépen ment, de egy idő után a amerikai szociológia hatására azt kezdték el mondani, hogy nincs művészet szociológia, csak kultúrszociológia van. Na most az egy tágabb és általánosabb, mint a művészet szociológia, és lassan elfogytak a lehetőségek a művészet szociológiai kutatások számára. Nem volt igazán intézmény, szociológiai kutatás nem lehet másként csinálni, csak hogy intézményi háttér van az ember mögött. Én nagyon fontosnak tartom a művészetet és a kulturális minőséget. És mondjuk a kultúrszociológia is azért nagyon jó, mert mindennek a minőségét. Tehát egy jó és érdekes dal, mondjuk az, hogy a nagy feroék énekeltek, mintha egy Petőfi verset mondtak volna, hogy az aluljáróban élő embereknek milyen az életérzése, ugye a kutyák, akiket a kutyák és a farkasok, Petőfi versre gondoltam itt, amire leírta, hogy melyik milyen magatartásforma, milyen minőség, tehát valahol ezt tudják a dalaikba, akkor az egy minőség, de tudnám a Cserháti Zsuzsát, vagy nem tudom kit, azok minőségek szembe a... De ezt viszont, erre viszont nem vállalkozom. Na most, amire büszke voltam én a Rákosligeti Filmklubban, és nagyon-nagyon boldog voltam, és el kell mondanom, hogy a sikere, a itteni sikere is, meg a szakmai sikere is ebbe gyökeredzett, hogy ezt az én művészet és minőségi kultúra imádatomat beletettem a programokba, és voltak partnereim, akikkel tudtam beszélni róla, ha meghívtam vendéget, okosan kérdeztek, jól kérdeztek, nem voltak bántóak. Ez kell, és valahol ez egy óriási élményt nyújtott. Én nagyon szeretem. Mondtam, hogy ez volt a második családom. Igen, ha már ezt szóba hozta, persze én is ezt szerettem volna mondani mindenképpen. A Maros moziba, a Rákosligeten vannak ezek az események, és valóban a filmklub alapítása az önnevéhez fűződik, és elképesztően neves szakembereket sikerült ide kicsábítani. Ez ön szerint ez az ön személynek szól, vagy magának ennek az egész jelenségnek, vagy ennek a filmklubnak, amit mint egy család megalapított? Köszönöm szépen, hogy nekem tulajdonítják, de nem. Elég egyszer kijönni a Maros mozinak a filmklubjába és részt venni egy beszélgetésen, hogy aztán a szakma beszéljen róla. De hát ott nem az én megnyilatkozásom volt az, ami olyan sikert aratott, hanem azt, hogy ott egy közösségként voltunk együtt, és mondjuk időnként mondtam is, és elnézést is kértem, hogy lehet, hogy én egy ilyen kicsit agresszív tanítónéniként felszólítok embereket, hogy mondjanak véleményt, szóval, hogy nem hagyom, hogy csak megnézzék a filmet, de ne mondják el a véleményüket. Tehát akit én ismertem, azt én megszólítottam, hogy de még mindig nem mondta el a véleményét, pedig arra nagy szükség lenne. És akkor viszont, ha megszólítottam, akkor meg elmondta, és olyan okos és jó dolgokat mondott, amitől hát teljesen meghatottak azok a vendégek, akik itt voltak. Ugye én már mindenütt mesélem azt, hogy a Saul fiának a producere kijött hozzánk, és amikor a beszélgetés végére értünk, és hát már másfél órás, ugye a film az több, mint másfél órás, és másfél órás beszélgetés után tudni kell lezárni. Nem szabad odáig elmenni, hogy unjuk, hogy most már elegem van a beszélgetésből. És akkor mondtam, hogy na most még mi, aki nagyon akar egy kérdést tegyen föl, és akkor a Gábor fölállt, és azt mondta, hogy ő meg van hatva. Vasárnap délután egy ilyen filmre, mint a Saul fia, ennyi ember eljön, másfél órát beszélget,
velem beszélget, filmről beszélget, hát ilyen nincsen. Na most, ha a Gábor csak 10 embernek mondta ezt el, majd elővette a széke alól a szatyrot, amit hozott magával, és kivette belőle az Oscar-díjat, és azt mondta, mert hogy ő egy, hogy mondjam, egy olyan ember volt, aki a nagyvilágban mozog, hogy most aki akarja, fotózza le magát ezzel. Tehát. Igen, ugye, hogyha ön szerint a magyar filmezés most a csúcson van, vagy nem is tudom, mert hogyha nézzük az elmúlt, hát most csak az 50-60-70 évet, amit itt visszatekintünk a magyar filmezés történetének, óvatosan fogalmazok, fejlődésével kapcsolatban, ugye azok a filmek, amik mondjuk 50-60 évvel ezelőtt akár értéket képviseltek, társadalomkritikát fogalmaztak meg, ma 2022-re hova jutottak el ön szerint? Na, ez egy nagyon bonyolult kérdés, kedves Ádám, erre nem hiszem, hogy ebbe a 20 percbe tudunk vállalkozni, bocsánatot kérek, de az egyik. Amikor a Vajnát kinevezték, akkor én egy kicsit megijedtem, hogy amerikai filmet fog Magyarországon szervezni, és mondtam is, hogy talán nem egy hollywoodi producert kellett volna megkérni arra, hogy a magyar film megújítását vezényelje le. És most, akkor itt most nyilvánosság előtt sűrűn elnézést kérek tőle, mert éppen az volt a nagyszerű, hogy megőriztette azt a magyar specialitást, ami már előtte megjelent különböző kis búvópatak-szerű irányzatokban. Tehát az nem az egész magyar filmre volt jellemző, ami utána jött. Na ez az egyik. A másik, hogy nagyon jó, hogy producer került az élére, mert végre volt egy olyan vezetője a magyar filmszakmának, aki azt tudta, hogy ez egy drága ipari lehetőség. Erre pénzt kell adni. Mert ha nem adnak rá pénzt, akkor nem teremtődik minőség. Sokba kerül. Ahhoz, hogy minden a helyén legyen, hogy a tárgyak autentikusak legyenek, hogy a kiválasztott helyszín, az pontosan azt a pszichológiai plusz tartalmat fedezze, ami benne kell, hogy legyen a filmbe. Ahhoz nagyon sok film kell, mert sok idő kell arra, hogy megtalálják ezt a helyszínt. Sok idő kell, hogy elemezzék, hogy ebben mi a jó, mi kapcsolódik. Na most egyszerűen a filmre fordított pénzek megnövekedtek, és jobbak lettek mesterségbelileg, profizmus szempontjából a filmek, és aztán el kell mondani, hogy egy olyan filmes generációt neveltek ki a főiskolán, akik tudtak filmben és filmül, nem jó magyar szó, gondolkodni, mert egészen más. A magyar film hosszú ideig színházi kötöttségű volt, irodalmi kötöttségű volt, és az első ilyen nagyon sok magyar, szóval nagyobb mennyiségű magyar film, ami filmszerű volt, az éppen ettől a korszaktól kezdődött, és ez még mindig megvan a fiatalok alkotásaiban. Tehát, hogy ennek más a nyelve, más a pszichológiája, más a történetmesélése. Nagyon érdekes, hát ha végig gondoljuk, az utóbbi időben a színház ad elő mozi előadásoknak a színpadi változatát. Ma már nem az a jellemző, ami a 30-as évek magyar filmjeiben, hogy ha siker volt a színpadon, áttették a vászonra. És unalmas, hát viccesen a tanítványaimnak mindig elmondtam, hogy számolják egyszer össze, hogy hány kimegyek, bemegyek jelenet van egy magyar filmben. Mert nem tudják másként megoldani a jelenetet. Csak ahogy a színpadon. Hát a színpadon nem lehet. Hát legfeljebb fölülről leengedik, de akkor is mindig ez, hogy most valakit ide betesnek, azt ott előttem kell, hogy na most ez filmben nem megy. Hát a film az egy más ritmust igényel, másként kell egy filmet fölépíteni, más a dramaturgiája. Az nagyon jó, hogy a színháztól megtanulta a néma filmkorszakban a film a dramaturgiát, de utána már ki kell alakítani a saját. Hát most azt a korszakot éljük, amikor a színház tanulja ezt a filmt.
És az se kizárt, hogy ezek a filmek amellett, hogy most már értéket, vagy értéket is képviselnek, ki is szolgálják a közönség igényeit. Bárcsak még tudnánk sokkal többet beszélgetni, de ettől csak nagyon elszaladt az időnk, de még szeretném mindenképpen szóba hozni, mert már olyan sokszor említett a tanítást, kutatás mellett a tanítást teszi még itt a élete nagyon fontos szegmensét. Hogy érzi ilyen hosszú évek után még mindig ugyanolyan motiváltan, ugyanolyan szenvedélye tanítja a fiatalokat? Hát én persze. Bocsánat. Igen, de nagyon meg kell változtatnom a módszereimet, mert hogy a film rajongás és a film imádat régen erősebb volt, mint ma. Ma már ugye nem csak mozi van. A vizualitás és az audiovizualitás elönt bennünket. Hát mindenütt, hát a plakát, halmazok, a újságokban megjelenő képek, a mobiltelefonunkon már nem csak fotó van, hanem videófilm van, stb. Stb. Szóval teljes egészében. Egy kisgyerek már mire eljut oda, hogy esetleg elvigyék moziba, addigra hány filmet lát a saját kis mobiltelefonján, amit ugye az én unokáimnál még 10 éves születésnapjukra kapták meg a mobiltelefont, ma már azt látom, hogy 4-5 évesek használják. Most persze ez a szülőknek nagyon jó, mert hogy kontrollálni tudja, kapcsolatot tud tartani a gyerekkel, és valahol együtt tud lenni a gyerekkel, mert egyébként hát ha elmegy dolgozni, az meg elmegy az óvodába, vagy elmegy az iskolába, akkor azért a kapcsolattartásnak időben olyan pici lehetőségei vannak. De, hogy mondjam, teljesen megváltozott. Hát ma már a videófilm, ma már a fotó, mint olyan, és egyéb más vizuális technikailag is, meg egyébként is körülveszi, és a mindennapokba beleszűrődik. Ez viszont a filmeseknek jelent óriási problémát, mert annak a filmeknek is meg kell változnia. Én minden nagy sikerű filmet, akár szeretném, akár nem, mert hozzám közel áll, vagy nem, megnézek. Megnéztem most a Dünét is, mert hogy ugye tudom, hogy a legnézettebb filmek. Ilyen gyönyörű, vizuális, világú és színben, kompozícióban gondolkodó filmet már régen láttam. Jó, hát a párbeszédei azok kissé üresek. Nekem a történet az annyira nem megy, de el tudom képzelni, hogy egy 10 vagy egyéb mesét kedvelő ember számára ez a világ, meg ezek a törvények, amik abban megjelennek, ezek nagyon vonzóak, de Düne az profizmus szempontjából egy kiváló film. És egyébként ugye ezt Oscarral is jutalmazták, ugye magyar tekintetben, mi a díszletet nézzük. Kíváncsi lennék akkor, hogyha már ilyen hollywoodi szuperprodukciókról beszélgetünk, vagy bármilyen filmről, a mai nap le tud még ülni, vagy mai napig le tud még ülni úgy egy filmet megnézni, hogy csak élvezi? Persze. Tegnap este néztem meg a Oscar díjas Anthony Hopkins filmet, Az apát. Csodálatos volt. Nekem ezek a típusú filmek, amik egyre több ilyen művészfilm van, mint ez, amiben mindennek óriási jelentősége van, de nem biztos, hogy akkor, amikor én látom, hanem majd több képsorral később kap értelmet az, ami ott volt. Tehát irtózatosan erős odafigyelést kíván tőlem, pszichológiailag és kulturálisan abszolút hiteles. Szóval azok a belsők, azok a dizájntárgyak, amik abban a filmben vannak. És hát a két főszereplő az meg egyszerűen színészi csoda. Hát azt tudtuk, hogy a Anthony Hopkins az egy zseniális színész, de hogy ennyire... Valóban, és ha a jövőt nézzük, akkor tényleg elképesztően sok izgalom és még több dolgok, amit a film szakma tartogat az mi számunkra, hogy fejlődik és digitalizálódik folyamatosan a világ, és ha már a jövő ez lenne az utolsó kérdésem önfelé nézve, a saját maga, hogy az életét nézzük, akkor a jövőt nézve milyen tervei, elképzelései vannak még? Hát hál' Istennek van egy barátnőm, aki úgy szintén művészet szociológiával
foglalkozott, és most azt kezdtük el, még nem egészen alakult ki, de már a tervek azok már lassan megfogalmazódnak, hogy nem készült még olyan elemzés, amiben azt nézték volna meg, hogy a magyar dokumentumfilm a 60-as évektől művészfilmé is vált. Tehát már nem csak az a fontos, hogy dokumentál, hanem mi az a plusz, amit a rendező még beletesz, és hozzáad. Hogy akkor megjelent egy új generáció a dokumentumfilm készítőik között, akik egyszerűen maguk alakították ki ezt a szerzőiséget, ezt az intimitásra való törekvést, ami egy művészfilmben magától értetődően ott van, de sose vártuk el, miért vártuk volna el, hogy egy dokumentumfilmben legyen intimitás, mikor a dokumentumfilm az a tényeknek és az információknak a műfaja. És ott viszont be tudták bizonyítani, hogy az lehet, de ahogy az emberek mit gondolnak, mit éreznek, és én a rendező mit gondolok arról, aki ebbe a helyzetbe került, azt képesek voltak megfogalmazni. Na, hogy már összegyűjtöttünk és összeállítottunk egy ilyen 30 fős dokumentumfilm rendező, operatőr mintát, életút interjúkat készítünk, és ezeket fogjuk majd elemezni, hogy megnézzük, hogy a szerzői film, mint műfaj, hogyan jelenik meg. Ez a szubjektivitás és intimitás, hogy nem megy a dokumentáció és az informálásnak a rovására, de ugyanakkor meg megbízható és jó, és hogy műfajilag is gazdagodott és differenciálódott. És hát ezt művészet szociológiailag, hogy honnan jöttek ezek, milyen ismeretanyagot, milyen műveltséganyagot hoztak és tettek bele ezekbe a filmekbe. Úgyhogy még egy kicsit kéne élnem, hogy ezt meg tudjam csinálni. Ez nem is kérdés, hogy fog. Én nagyon sok sikert kívánok ezekhez, és élvezettel hallgattam minden gondolatát, amik valóban értéket képviselnek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, gratulálok a díjhoz, és mi nagyon-nagyon sok sikert kívánok az életében. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!